Úgy látom, hogy vannak kint halak. Valószínűleg ívni készülhetnek talán. Mint hogyha kárász lett volna, vagy keszeg. Bent a fatövén is. Hát üdvözlök mindenkit, a mai nap az agyván fogok kajakból pergetni. A Tisza megáradt elég rendesen, úgyhogy az agyba is visszaduzzadt, illetve néztem, az agyván is egy ilyen kisebb árhullám jön le. Úgyhogy itt a Szolnok városi szakasz, ez vissza van teljesen duzzadva, kilépett a medréből, kajakkal pont meghorgászható is. Hát a mai nap a célhalak, azok a balinok lesznek. Itt van a május, ívás van, ívnak a halak. Mai nap a balinokat veszem üldözőbe, készítettem már ki ide ilyen kis wobblereket, hát meglátjuk, hogy mi fog ma működni. Van itt plasztik is, hát ha esetleg csukát is tudnék fogni, na majd meglátjuk. És egyelőre kajak az pont a vízre, a lakás előtt van, még ezt a kamerát itt beállítom, aztán indulok is. Na, gyerünk akkor, tolom a kajakat a vízre. Lényeg az, hogy a kajak a vizen, kievezek a nyílt részre. Nem tudom, hogy ott lesz egy átjáró itt a begyűlt fák között. Tudom, milyen szép halak vannak kint a part mellett. Tegnap voltam itt a gyaloghídnál, és nagyon szép balénokat láttam, úgyhogy hú, azt az eget milyen fordulás volt. Fölállok már hátra felülről, lehetne látni, hogy hol vannak a halak. Tehát tegnap voltam itt a gyaloghídnál, és inkább erre. Nagyon szép balénok voltak itt, busák. Láttam még egy gyönyörű pontyot is, legalább volt 4-5 kiló. Ugye arra már tilalom van, úgyhogy azokat most már békén kell hagyni, de ezt a busázás viszont érdemes lenne megpróbálni. Rengeteg nagy busa volt itt kint. Nem semmi, egy bevezető út, itt igaz ilyen vadregényes, ilyen mocsári feelingje van a dolognak. Itt az ártéri rész. Először a kisebb bottal próbálkozom. Kis érzékeny bot. 3-10 grammos. És kezdésnek pedig, amit tavaly nagyon bizonyított csali, azt fogom használni. 5 centis Salmon Minnow.
Meg volt az első lekövetés. Mi látszik, hogy a trail az bejön nekik, gyorsan vezetett csalik el. És persze, hogy összeszerek egy fagaljat. Isten itt neki. Na hát, egy lekövetésig jutottam, úgyhogy megyek inkább, fölmotorozok a vasúti híthoz, és ott próbálkozom. Hát meg is érkeztem a másik helyre. Tavaly évben itt a fák előtti területen volt beállva egy nagyobb balincsapat. Nem tudom, hogy miért, valószínű kis halak itt tartózkodtak, de nagyon jól lehetett őket fogni. És itt ezt partról azért nehezebb meghorgászni, úgyhogy hát, ha itt nincs úgy szétdobálva a terület, na majd meglátjuk. Próbálkozok a trillel. Alapcsali nálam. Fönt a gyaloghídon már volt lekövetés rá. Hát, ha itt is van, ami durrantaná. Hát egyelőre azért én nyomát nem nagyon látom, hogy szétrabolná itt ezt a pályát a balin. De attól még lehet, hogy ki van állva, meglátjuk. És az szép, egy csuka trillre, leütötte. Na hát, ha balint nem sikerült fogni, akkor csukát viszont igen. Hát nem túl nagy, az biztos, de örülünk minden halnak. Nem akadt neki valami túl jól, szerencsé, hogy sikerült megfogni. Na hát a mai nap első hala. Tiszán azért fogtam már 5 centis trillel csukákat. Oda vágott neki, nem állt is vissza, hagy ússzon. Csukán kívül ugye balin, hát az egyértelmű, illetve még a sügér is szereti. Jó párat fogtam már vele. Volt szerencsém az Adrián is horgászni vele. Nagyon szerették a betűs sügérek is. Érdekes módon. Nagyon jól lehetett fogni vele. Hát idén nincsenek ide beállva a balinok. Tavaly pont ugyanis fogtam őket. És körülbelül itt ezen a előttem lévő területen. Hogy akkor miért voltak beállva, de hát ez jó kérdés. Még akkor sokkal több kis hal is volt. Biztos, hogy azokat követték, mert rablások voltak. Inkább az a kérdés, hogy a kis hal miért volt ide kiállva, talán ívtak volna. Hát jó kérdés. Na hát visszaveszem ide a gyaloghíd környékére. De balin fogás az még elmarad, úgyhogy most még itt ebbe a szakaszba bízok. Reggel itt voltak rablások. Na, meglátjuk. Na hát be is fejeztem a mai napi horgászatot. Valamiért a balinok nem voltak kapókedvüknél, ilyen lekövetéseim voltak, de még kapásig sem nagyon tudtam jutni, úgyhogy hát ez egy ilyen nap volt. Végül is hal nélkül nem maradtam, és
sikerült fogni egy kis csukát, majd talán legközelebb. Úgyhogy ezzel most zárom is a videót, köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!